Mi érdekes ezzel a teremmel kapcsolatban, hogy ez egy korábban egy kocsma volt, vagy egy presszó volt, és most ez egy gyülekezeti terem. Hát bárcsak lenne az, hogy minden ilyen helység átalakulna egy istentiszteleti térre. Van egy gyülekezet, amely már régóta itt van, de mégis revitalizálni kellene. Mindig jött egy ember, ki elkezdte, bibliai példával ültetett, öntözött, de aztán továbbállt. Aztán megint jött valaki, ő is öntözött, ő is továbbállt. És azért a gyülekezet megsingli ezt egy idő után, hogy mindig jön valaki, és viszonylag rövid idő után továbbáll, mert valahogy azt érzik, hogy hát ez nem lehet életcél, hanem ez mindig csak egy dobbantó, vagy mindig csak egy ilyen időszakos elfoglaltság. És aztán ide kerültem, és én meg úgy voltam vele, hogy én nem szeretném, hogy ez csak egy időszakos elfoglaltság legyen. Mert ugye ilyen klasszikus életpályamodellben lehet, hogy valaki úgy gondolkozik, hogy itt van egy 60 fős terem, jó, ideig jó, meg nem tudom, kicsit megalapozom az egzisztenciámat, kipróbálom magam ebben, abban, de utána jön majd egy ilyen, a színházaknál, hogy egy kőszínház, akkor jöjjön majd egy kőtemplom, ami magas tornya van, rajta egy csillag, meg harang, és akkor az majd olyan igazi lelkészség lesz. Én meg úgy voltam vele, hogy nem, én itt szeretnék maradni. Sőt, én kifejezetten örültem annak, hogy nem ilyen klasszikus templom, mert ugye kicsit az emberek úgy vannak ezekkel a klasszikus templomokkal, mint a vallási műsorokkal, és tudom, hogy ez is egy vallási műsor persze, hogy van egy intro, van egy zene, vannak szimbólumok, egy csöndes, halk megszólalás, mutatnak egy-két bibliát, ugye, meg nem tudom, énekeskönyvet, meg ilyen orgona szó, és akkor az emberekbe ez valamilyen ingert vált ki, hogy ez olyan vallásos dolog. És egy kicsit a templomokkal is így vannak, így érzem, és én kifejezetten örültem, hogy ezek a szimbólumok itt kevésbé társíthatók egy ilyen szimpla, profán, egyszerű, hát őszintén szólva annyira nem is szép teremmel, mert így esetleg olyanok is csatlakozhatnak, akik egyébként meg nem rendelkeznek semmilyen vallási háttérrel. Engem személyesen érintett meg a hit, valahogy mindig a nagy Isten tiszteletek vonzottak. Tehát mindig valahogy az apámmal be akartam ülni a nagy Isten tiszteletekre. Nem azt mondom, hogy értettem minden, nyilván 6 évesen azért nem nagyon áll össze a kép, de valahogy úgy éreztem, hogy ott van szó a lényegről. A filozófia érdekelt különösen, tehát ilyen végső kérdésekkel való foglalatoskodás, és a filozófiai tanulmányaim közben akadt a kezembe két mű, amely alapján úgy döntöttem, hogy a teológiára, vagy teológiai irányba szeretnék tovább menni. Először Ausztriában fél évet végeztem evangélikus teológián, de úgy éreztem, hogy azért ezt mégis a saját környezetemben kellene folytatni. Egyébként a két mű, az egyik itt van nálam, az egy lényegében egy filozófiai, teológiai mű, ez Søren Kierkegaardnak, vagy Kierkegaardnak, ha nagyon dánul akarom kiejteni, dán lelkésznek és filozófiai írónak, vagy vallási írónak a Félelem és reszketés című műve, amely az Ábrahám történetet meséli el, nagyon dramatizálva, amikor föláldozza, vagy hát Isten felszólítja őt, hogy áldozza fel a fiát Izsákot. Ez egy nagyon megrendítő történet. A másik pedig a 16. Benedek pápának egy riportkönyve. És meglepett az, hogy mennyire kimért, mennyire okos, mennyire érdekes válaszokat tud adni ilyen életkérdésekre. Na és valahogy ez a két mű lobbantotta be a lángot, ezért kezdtem el a teológia iránt érdeklődni, és ezért kezdtem el utána keresni az utat, hogy hogyan juthatnék teológiára. És különösen az érdekelt, hogy életkérdésekre, határhelyzetekre, mi van a halál után, mi az élet értelme, tehát ezek a közhelyes kérdések, amik mégis fontosak, ezekre a teológia, a keresztény teológiai tanhagyomány, és az evangélium tud választ adni. A hitnek ezt a értelmet felülhaladó voltát mutatja be, és valahogy ez volt az, ami nagyon szíven ütött.
bejön a hitnek a világa, dimenziója, ami mindezen képes felülemelkedni. Na ez valami olyan megrendítő állapot, amiben eljut az ember, akkor valami olyasmit él át, amit nagyon kevesen élnek át. Kierkegaard úgy hívja egyébként, hogy vallási dimenzió, és ez egyfajta rezignációt követi ez. Különböző stádiumokról beszél, most nem akarok ebben olyan részletesen belemenni, hogy egy ember milyen stádiumokban élheti az életét, és akkor mondja, van az esztétikai stádium, ugye ez a fiatalság, bolondság, amikor kipróbál az ember mindent. És azt mondja, hogy egy idő után ez kiüresedik, és az ember eljut egy mélypontra, nem mindenki jut el, valaki megmarad ebben egész életében, és így hal meg. Utána jön egy etikai stádium, ez azt mondja, a szerelmi viszonyt illetően ez az, amikor valaki rászánja magát a házasságra. És azt mondja, hogy ezen is túl lehet kerülni, mert ugye az etikai stádiumban a közösség vagy a másik ember szempontjai miatt az én szempontjaim háttérbe szorulnak. Ez egy tudatos választás, erre meg kell érni. És azt mondja, hogy ezen túl van a vallási stádium, amikor nem a közösség szempontjai az érdekesek már, hanem az Isten, a transzcendens szempontja, és azt mondja, hogy itt az egyes embernek kell találkoznia a természet felettivel. És ez valami olyan találkozás, ami teljesen megrendítő. Egy kicsit ilyesmit éltem át. Azt nem azt mondom, hogy mindig benne marad ebbe az ember, de amikor ebből megérez valamit, az nagyon komoly szavakkal, nagyon nehezen leírható. És emiatt mentem teológiára. Ezért érdeklődtem a teológia iránt, és aztán a teológiai évek alatt, a teológus éveim alatt a lelkipásztorság, a közösségben való megélése a hitnek, a gyülekezet, mint olyan, egyre inkább elkezdett érdekelni, és úgy láttam, hogy hát csak úgy van értelme. Két-három lelkész van, aki ilyen példaképnek számít számomra. Az egyik a Vég Tamás. Ő fotonszolgált, oda jártam hozzá még gyerekként, aztán a Fasorban volt, akkor volt beosztott lelkész a Somogyi Péter, aki most főjegyző Balogh püspök mellett, nála konfirmáltam, ő volt még egy ilyen nagy példakép. Gimnáziumban, ugye a Bármadosban jártam, és először hétfőnként, aztán csütörtökönként mindig áhítattal kezdtünk. Hát ezeken a diákok nem olyan figyeltek, tehát hogy mit beszél a lelkész meg. Egy lelkész volt, akinél figyeltek, és akinél csönd lett. Az a Cseri Kálmán volt. Tehát kiállt, és ugye a maga elég erőtlen hangján megszólalt, és valahogy olyan lelki tekintélye volt, emlékszem, ültem diáként, hogy valahogy mindenki összehúzta magát, és csak figyelt, hogy mit mondott. Ő, meg a Lovas András, aki így nagyon hatott rám. Aki ugye missziói referens most az egyházkerületben, itt Dunamelléken, ő a mentora, elindítója ezeknek a plántálásoknak, vagy nagyon is az ösztönzője. Tehát ő mondja azt, hogy ebben a megváltozott kulturális környezetben, társadalmi környezetben szükség van újabb plántálásokra, amelyek új alapról indulnak, más struktúrákat valósítanak meg, igazodnak valamennyire a társadalmi változásokhoz. És ő a legkorábbi időtől fogva, hogy ide kerültem, ő hozzá mindig fordulhattam, beszélgethettünk. Tehát ez sokat jelent azért ilyen személyes problémákat, gyülekezeti nehézségeket, kérdéseket, kételyeket, azért vele mindig megbeszélhettem. Amikor ide kerültem, akkor főleg idősebb emberek voltak, akik itt Örmezőn laknak, a nagy része ezeknek a rendszerváltáskor vagy azelőtt ide települt erdélyi emberek, akik nagyon elkötelezettek voltak. És amióta itt vagyok, azóta főleg fiatal családosokból álló réteg, egyetemista korosztály vagy azután, akik elvégezték az egyetemet, de még nem családosok, olyanok kezdték alkotni a gyülekezetnek a gerincét. Bizonyos szempontból jó helyzetben vagyunk, mert itt van a Örmezői lakótelep x 10 000 emberrel, ami érdekes, hogy sokan még ma sem tudják, hogy itt van egy gyülekezet. Volt, hogy talán egy éve, hogy itt mentek el, és mondták, jé, nem is tudtuk, hogy van itt egy gyülekezet. Tehát nem tűnik föl az embereknek. Most ennyiből persze nem olyan jó, hogy ezek a klasszikus szimbólumok nincsenek meg. Tehát misszionálni kell, meg hirdetni, hogy itt vagyunk. Abból a szempontból is nehéz egy picit, hogy jó gyülekezetek vannak körülöttünk. És akkor ezek között a gyülekezetek között itt Örmezőn kellene valamit alakítanunk. Végülis arra képezte ki, hogy hirdessem az evangéliumot, a jó hírt, Krisztus meghalt a bűneinkért, ebben hiszünk, örök életünk van. Nekem alapvetően az a célom, hogy
ameddig élek, ezt hirdessem. Azt szeretném, hogy ez a gyülekezet itt, főleg a helyiekből, de hát ugye Pesten azért nagy a fluktuáció, tehát máshonnan is jönnek, nyilvánvalóan nem csak Őrmezőről járnak ide. Egyre inkább gyarapodjunk, egyre inkább megismerjék az evangéliumot. Azért érdekesek ezek a szolgálatok, így innen nézve, lehet, hogy kívülről nézve, egy átlagember számára ezek nem olyan jelentőségűek, hogy ugye Krisztus teste organizmusként működik. Tehát a helyi gyülekezet az maga Krisztus teste. És ezt a metaforát az apostol használja, és nem véletlenül. Ugye azt mondja, hogy mindenki kap egy kegyelmi ajándékot, mindenkinek vannak talentumai, tehát amit a születéssel hoz, tulajdonságok, tehetség, és kap mindenki kegyelmi ajándékot direkt személyre szólóan, ezt a mennybe ment Krisztustól kapja. Tehát nincs olyan keresztény ember, akinek ne lenne valami karizmája, és ugye azt mondja az apostol, hogy mint egy testben is van a kéz, van a láb, van a szem, vannak a belső szervek, inak, és minden nagyon fontos ahhoz, hogy a test jól működjön. És ez a fajta kép akkor válik igazán érthetővé, amikor beindulnak a gyülekezetben a szolgálatok. És nyilván ezek a szolgálatok úgy indulnak be, hogy előbb megnézzük, hogy kinek milyen talentuma és karizmája van. És amikor itt a gyülekezetben például egy testvérnő szorgalmazta azt, hogy bevezessük, ima szolgálat, akkor úrvacsorai szolgálat, akkor egészen ilyen profán elfoglaltságok, hogy takarítás, zenei szolgálat, dicsőítés. Tehát amikor ezeket a szolgálatokat elkezdtük, akkor szignifikánsan elkezdett emelkedni a gyülekezetnek a létszáma, illetve maguk a gyülekezeti tagok is úgy érezték, hogy részeivé válnak Krisztus testének, tehát teljesen aktívan. Úgyhogy a szolgálatokra mindig nagy hangsúlyt kell helyezni, mert ez jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a gyülekezet épüljön. És ugye ne érezzék azt, hogy ez ilyen one man show, hogy van egy lelkész, akkor az elvégzi a feladatát, bejövünk, meghallgatjuk publikumként, és utána mindenki hazamehet. Tehát a gyülekezet nem erről szól. Ehhez viszont feltétlenül szükség van a szolgálatokra. És egyébként, amit az apostol ezzel kapcsolatban mond, az egy az egyben alkalmazható. Tehát ez az érdekes, hogy lelkészként azt tapasztalom, egy az egyben alkalmazható majd a 21. században. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában. Én a gazdagréti gyülekezetből jöttem ide, vagy onnan küldött az Isten ide helyesebben. 5 évvel ezelőtt harmadszor szólított meg Isten igéje azzal, hogy az aratni való sok, a munkás kevés, és az aratás ura küldjön munkásokat az aratásba. Akkor vasárnap elindultam a régi gyülekezetembe az Isten tiszteletre, és itt a lámpás kereszteződésnél valaki jobbra húzta a kormányt. És ide vezetett engem Isten, itt lakom egyébként a környéken. Az Isten nem feledkezett el erről, hogy hova hívott engem, és megengedte azt, hogy közben ott a másik gyülekezetben egy sor tapasztalatra tehettem szert. Nincs immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem a lélek szerint, mivel a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított a bűn és a halál törvényétől. Amikor ide kerültem, akkor ez a gyülekezet 11 főből állt. Isten építi az ő országát, itt Őrmezőn is. Ma 53 főt számolunk, és nagyon boldog vagyok, hogy ez már a harmadik konfirmáció volt ebben a gyülekezetben, ami a mai napon történt. Sok mindennel foglalkozom. Az elmúlt 3 évben létrehoztuk a szolgálatokat, ami egy nagyon nagy lépés volt a gyülekezet életében. Van imaszolgálatunk, van gyerekszolgálatunk, most már 9 kisgyerek tartozik a gyülekezethez, és ugye fiatal házasok vannak, tehát hogy a gyerekáldásban is növekszik ez a gyülekezet, és támogatom a lelkipásztorunkat, tehát megbeszéljük vele a különböző gyülekezeti problémákat, és hát itt is végül is, még ha nem is választottam, de hát a presbitériumban benne vagyok. Most július 1-től missziói egyházközség státuszt kap a gyülekezet, amit hát nagyon várunk, hogy ugye 22-23 év után végre egyházközség lesz ez a gyülekezet. Én 2012-ben mentem nyugdíjba, és akkor én úgy jöttem el nyugdíjba, hogy én Isten főállású szolgája leszek.
és az is lehettem. Én Jézus Krisztusért élek, és az őt szolgálom, ahol csak lehet. Próbáltam őszintén közeledni Istenhez, jobban megismerni őt és az akaratát a Szentírásból, és észrevettem, hogy minél jobban komolyan veszem az ő szent igéjét, annál jobban és annál valóságosabb módon lép be az életembe a Szent Lelke által. Elkezdtem járni egy szabad keresztény gyülekezetbe, én korábban katolikus voltam, és sokat beszélgettünk teológiáról egy szobatársammal, és ott láttam, hogy ebben a gyülekezetben az embereknek van egy közvetlen élő kapcsolata Istennel, és hogy sokkal komolyabban veszik Isten igéjét. És ez hatott rám, és elkezdtem jobban megismerni Isten igéjét, és volt egy konferencia, ahová elmentem nyáron, és ott betöltött teljesen a Szentlélek, szembesített a bűneimmel, és megtapasztaltam valóságos módon Isten szeretetét, a bűneim súlyát is, és elkezdtem komolyabban venni a kereszténységet, komolyabban venni Isten igéjét, jobban megismerni, megtanulni, értelmezni. Elindultam Isten fele, és hát ez természetesen ez a megszentelődés, ez folyamatosan tart, és azt érzem, hogy minél jobban ismerem Istent, annál jobban szeretem. Egymást pedig egy keresztény társkeresőn ismertük meg, Annával megszerettük egymást. Tavaly augusztusban megkértem a kezét, és akkor most össze is házasodtunk áprilisban. Pohár, az új szövetség, az én vérem. Én eredendően metodista gyülekezetből származom. A férjem kapcsán kerültem ide, az Őrmezői Református gyülekezetbe, és nagyon jól érzem magam ebben a közösségben. Testvérekre találtam itt a Nagy Budapesten, számomra vidéki lányként, kaposvári lányként. Ez igazi kis ékszerdoboz. Nagyon jó lelki pásztorunk van Márkus Tamás személyében, a családja és az itt lévő fiatalok, fiatal családok. Közösségében csodálatosan meg tudjuk élni a hitünket. Nekem is nagyon tetszik az, hogy van egy pontos igehirdetés, pontosan értelmezi nagyon a Tamás az igét. Nagyon lélekkel telt módon prédikál, tehát az nagyon sokat ad szerintem az embereknek, és ő személyesen is azért foglalkozik minden egyes hívővel, tehát próbál bennünket csiszolgatni, építgetni, és ez nagyon-nagyon hasznos tud lenni az egyéni életem, meg a hitéletem, meg a spirituális életem szempontjából is. Három olyan személy konfirmált, akik egyébként már a gyülekezetünkhöz tartoznak régebb óta. Olyan emberekről van szó, akik kerességben más gyülekezetben részesültek, volt, aki szabad keresztény gyülekezetben, volt, aki egy karizmatikusabb gyülekezetben, valaki nem is Magyarországon. De ugye beépülnek a gyülekezetbe, és így bizonyságot tettek a hitükről. Az egyetemi éveink alatt ismerkedtünk meg Tamással, a Károli Gáspár Református Egyetemre jártam én is, én vallástudomány szakon végeztem. Akkoriban tértem meg az Angyalföldi Evangélikus Gyülekezetben, a 13. kerületben, ahova a bátyám hívott engem, ő ott kántor, és Grendorf Péter volt az a lelkész, akinek az ige hirdetéseit hallgatva megtértem. Nem nagyon volt problémánk a református evangélikus identitás összeegyeztetésében. Mind a kettőnknek a Biblia az elsődleges hivatkozási pont. Vannak apróbb eltérések, véleménykülönbségek, de az elsődleges dolgokban sose volt nagy különbség köztünk. Én inkább azt mondanám, hogy kicsit ami fakad a habitusunkból, szokták mondani, hogy minden felekezetnek van egy sajátos szubkultúrája. Egy kicsit azt érzem, hogy ezáltal inkább segítjük, gazdagítjuk egymást. Én egy pietista közegből jövök, más zenét hallgattam, más stílusú igehirdetést, de ez egyáltalán nem mond ellent se a kálvinista tanításnak, se pedig Tamás lelkületének. A luteránusokban van egy ilyen dörgedelmes szabadság, a reformátusokat meg sokszor olyan veretességgel, olyan erősebb keretekkel, olyan monolitabb rendszernek tartják, és ez sokszor kijön abban is egyébként tényleg egy ilyen karakterisztikumban, hogy melyik ember hova tartozik.
Van gyerekszolgálat a gyülekezetünkben, ebben én is részt veszek, minden vasárnap más tartja, egy hónapban egyszer vagyunk szolgálatban, valamint emellett én a zenei szolgálatban veszek részt dicsőítésvezetőként, ugye hangszeres és énekes dicsőítőink is vannak a gyülekezetben. Két gyermekünk van, nagyobbik lányunk, ő Lea Lídia, 4,5 éves, a kisfiunk pedig most lett 1 éves, Ábrahám. És természetesen ők is járnak a gyerekistentiszteletre, és reformátusok, ahogy az édesapjuk református lelkész. Igen, és a gyülekezetnek a tengelyét egyre inkább fiatal családosok alkotják. Ugye infrastruktúrálisan egy picit nehéz helyzetben vagyunk, mert ez egy kicsi terem, és oda az Őrmezei Közösségi Házba szoktuk átvinni őket. Akik úgy születtek meg, hogy a szüleik már ide jártak a közösségünkbe, és mondjuk már 2-3 évesek, már ismerik a gyülekezeti tagokat, egyre inkább be tudnak szokni a gyerekfoglalkozásra. A gyerekek nagyon szeretik egymást, ilyenkor utána még közösen játszanak. Én kifejezetten örültem, amikor Lovas András a misszióra beosztotta Tomit, felkérte őt erre a plántálásra, szerintem nagyon illik is hozzá, és egyből itthon tudtuk magunkat érezni. Nem azért megyünk valahova, mert templom van, nagy fehér templom, hanem mert van hely, ahol közösséget kell építeni, ahol el kell vinni az evangéliumot. Úgyhogy nekem egyáltalán nem volt feltétel, hogy nagy templomba vagy tradicionális közegbe érkezzünk. Amikor vallási háttér nélküli, megalapozó háttér nélküli embereket kell elérni, az egy új helyzet a lelkészeknek. Alapvetően eddig az volt, hogy valahogy becsorogtak, és ha jó volt a közösség, akkor ugye a közösség vonza az embereket, ez még megvan bizonyos helyeken. De már rég nincs meg úgy, és olyan, mintha egy ütvefúróval kellene a márványt, vagy a betont feltörni. Tényleg iszonyú kihívás elérni olyan embereket, akiknek nincs ilyen kötődésük. Mert ugye lehet, hogy az egyházzal kapcsolatban mindenféle negatív sztereotípiájuk van. Nehéz, de hát ez a dolgom, ezt kell csinálnunk nekünk, mint gyülekezetnek, hogy hagyományos keretek között a gyülekezeti közösség vonza az embereket, akik ide járnak, azok a saját ismerőseiket, kapcsolati hálójukat értesítsék, továbbadják az evangéliumot, bizonyságot tegyenek, elhozzák, ez sem könnyű, és ez sem működik sokszor jól. Nincsenek megtanítva arra az emberek, hogy hogyan tegyenek bizonyságot, hogy egy munkahelyen például, hogy kezdjek el beszélgetni Krisztusról, milyen kérdést tegyek föl, mert rengeteg sztereotípia van az emberekben. De a másik, még nehezebb, hogy elérni valahogy az itt élőket. Nem könnyű. Egyébként ez különösen fontosnak tartom, és itt van gyerekszolgálat is ugye itt a gyülekezetben. Már a legkisebb kortól kezdve tudatosan hitben kell nevelni. Tehát egy csomó minden más sem dönt el a gyermek. Tehát a szülői nevelés biblikus értelemben arra azt célozza meg, hogy a gyermeket eljutassuk egy olyan pontra, ugye a felnőtt korra, amikor már maga tudja eldönteni, hogy Isten szerint mi a helyes és mi a helytelen, mármint Isten igéje szerint. És ami után már kvázi nincsen szüksége ránk. És ehhez viszont az kell, hogy ott legyünk a szeren, és a legkorábbi időtől fogva, tehát itt a legkisebb kortól fogva, hogy már objektivál a dolgokra, hogy már lehet neki mesélni, a biblikus értékrendre, hitbeli meggyőződésre neveljük őket. Mert sokan azt mondják, hogy ha majd elér egy bizonyos kort, eldönti. Na de hát addig se vákumban vannak, tehát valamilyen szempontrendszer szerint fognak dönteni az életben bármiről. Tehát ezért kell nekünk ezt a szempontrendszert a legkorábbi időktől fogva megadni nekik. Egyébként meg mindenki a saját meggyőződése szerint neveli a saját gyerekét. Tehát nekünk, ha meg van egy olyan meggyőződésünk, ami a szívünkből fakad, ami az Istennel való Jézus Krisztuson keresztüli személyes kapcsolat, ugye egzisztenciális találkozás, akkor nem tudjuk megtenni azt, hogy pont arról ne beszéljünk nekik, ami számunkra a legfontosabb. Egy lelkésznél mi az a pont, amire el kell jutni? Tehát mi az a végső kimeneti pont, amivel elégedett lehet? És én úgy gondolom, hogyha hirdeti az evangéliumot, János 3.16, úgy szerette Isten a világot, egyszülött fiát adta, hogy ki hisz el ne veszene, hanem örök élete legyen, és ezt kibontja és tanítja a missziói parancs értelmében, akkor én úgy érzem, hogy célba ért.
Tehát, hogy ha ezt megvalósítja, több-kevesebb sikerrel, mert azért a Szentlélek végzi a, hogy mondjam, az oroszlán részét a munkának, de mondjuk tisztességesen fölkészül, elmondja, oda megy, pontos, átadja, akkor én úgy érzem, hogy bizonyos értelemben egzisztenciálisan célba ért, és ez a munka, ebben a munkában nem nagyon lehet hátrafele menni. Most nem azt mondom, lehet olyan, hogy elköltöznek, vagy történik valami olyan, nem tudom, külső körülmény, csak azt mondom, hogy ha ezt a minimális dolgot megfelelően nyújtja, akkor ez úgy van elrendelve, vagy elrendezve ez a szisztéma Isten részéről, vagy Krisztus lelke úgy dolgozik, hogy alapvetően ez működni fog. És nem azt mondom, hogy robbanásszerűen, meg hogy itt ilyen mega church lesz 10 000 emberrel, még az is lehet, hogy egyszer igen, de igenis lesz valami növekedés. És igazából, ha én ezt látom, hogy itt van növekedés, és a munkánk áldásos, rajtunk keresztül áldás nyernek azok, akik itt laknak, meg akik távolabb, akkor én azt hiszem, hogy rendben vagyunk.